400-an demonstráltak a munkahelyeik megtartása érdekében a kapuvári húsüzem előtt. A dolgozók azért tüntettek, mert az utóbbi néhány hétben azt tapasztalták, hogy jelentősen csökkent az igény a munkájukra. Sokan otthon várják, hogy telefonon kapjanak értesítést arról, hogy mikor mehetnek dolgozni. A dolgozók azt követelték, hogy rendezzék az üzem sorsát, azt követően, hogy augusztusban a régi tulajdonos eladta a gyárat Zsobrák Péternek és befektető társainak. Akkor a gyár vezetése azt ígérte, hogy a munka folyamatos lesz, és a tulajdonos váltása a dolgozók részére zökkenőmentes. Egy hónap után kiderült, hogy nem így történt. Hogy döntse el, működtetni kívánja-e a vállalkozást, akkor lássa el pénzeszközökkel a céget, hogy az rendesen tudjon működni. Ezt követelték a kapuvári húskombinát dolgozói a gyár tulajdonosától petíciójukban. Megélhetésüket féltik, ezért tüntettek a munkahelyük előtt. Az augusztusi tulajdonos váltás óta gyorsan romlott a helyzet, többek között most még fizetés sem kaptak a dolgozók. Most azért vagyunk itt, hogy fizetést megkapnánk, mert fizetés még nem volt. Aztán azért vagyunk, hogy azt szeretném megkapni fizetést. A kapuvári húskombinát dolgozói azt mondják, hogy egyértelmű jelei voltak annak, hogy valami nincs rendben a gyár körül. A korábbi 800 ezer helyett az utóbbi időben már csak 100-200 sertést dolgoztak fel naponta. Kamionok nem lettek kifizetve, jött az áru, visszament az áru, várni kellett az árura. 9-re kellett jönni dolgozni, aztán lett belőle fél egy, úgyhogy a bizonytalanság az továbbra fönnáll. De hát bízunk benne, hogy a cég újra indulni fog. A kormány még szerdán döntött arról, hogy a gyár megmentése érdekében kiemelt stratégiai fontosságúnak minősíti a kombinátot. A napi feladatok ellátásához, ahhoz, hogy alapanyagot vegyen a tulajdonos, ahhoz ez nem elég, ahhoz elég, hogy lélegzetet kap a váltás során, és különböző csődeljárások és egyéb ügyintézések folyamán az állam ezt a helyzetet felügyeli, de ez forintra nem váltható, nyilvánvaló. A szakszervezeti vezető szerint megfelelő mennyiségű forgótőkére lenne szükség ahhoz, hogy a termelés meginduljon. Szerintük most az a legfontosabb, hogy a már meglevő piacokat megtartsák. Azt mondják, hogy a helyzet nem megoldhatatlan, ezért sürgős megoldást várnak.